A Borbála napi emlékünnepséget a Bányász Fúvós zenekar térzenéje nyitotta meg december 3-án. Kedden délután 4 órakor kiállítás nyílt a Jószerencsét Művelődési Központban Bányászat a képzőművészetben címmel. A kiállítás megnyitására a Szent Borbála tiszteletére rendezett ünnepség sorozaton belül került sor. A bányász himnusz elhangzása után Huszár József személyzeti és szociális igazgató nyitotta meg a tárlatot. Magyarországon 1906 óta ünneplik Borbála napját, de ezeket a rendezvényeket a II. Világháború után betiltották. Csak néhány éve ünnepelhetik újra szabadon védőszentjüket a bányászok. Most, amikor ez az iparág teljesen kilátástalan helyzetben van, akkor kell, hogy valami erőt adjon az embereknek, és ebben segítségük lehet a munkájukba és védőszentjükbe vetett hitük, mondta Huszár József. A kiállítással kapcsolatban az igazgató elmondta, hogy a bányászat témaköréből viszonylag kevés képzőművészeti alkotás született, talán azért, mert kevesen vették észre a hivatásban rejlő gazdag színeket, azt a hatalmas emberi erőfeszítést, amelyet a létért folytatnak lent a mélyben. A művelődési házban látható festmények Gáspár Sándor alkotásai, annak az 55 darabos gyűjteménynek a részei, amit a művész a Soproni Központi Bányászati Múzeumnak ajándékozott. Gáspár Sándor 1949 és 54 között végezte el az akadémiát. Bányász családból származik, így a mesterségnek hamar kritikusává, ugyanakkor tisztelőjévé válhatott. Most kiállított képei egy dokumentumsorozat részei, amely egyfajta szembenézés a múlttal, azokkal az eseményekkel, amiket nem lehet meg nem történté tenni. A kiállítást az érdeklődők december 18-áig tekinthetik meg. Igazgató úr, az idén hogy ünneplik Szent Borbála napját? Nincs önökben egy kis keserűség, hiszen a bányászatnak a léte került veszélybe. Hát igen, sajnos van, és ezt a ünnepi beszédemben is elmondtam, hogy nagyon nehezen tudjuk, hogy ebből a válságos helyzetből hogyan fogunk kijutni. De ez az ünnepet nem keserítheti el. Mi úgy érezzük, hogy ezt a régi hagyományt, a Szent Borbála napját, apáink, elődeink méltó módon mindig megünnepelték. És ez egy kötelességünk nekünk is, mert ez egyúttal azt is jelentett, hogy nem csak ünnepeltek, hanem egyben a bányász szolidaritást is kifejezték a bányászok egymás között. És úgy érezzük, hogy a mostani nehéz válságos helyzetben erre újra nagy szükség van. És talán bízunk abban, hogy ezzel az ünnepléssel egy kicsit jobban odafigyelnek ránk országos vezetőink is, és talán egy kicsit javulni fog a helyzetünk az emberek gondolkodásában is. Ez a nehéz helyzet egy kicsit úgy rögződik, hogy nagyobb odaadással, több tennivalóval, több munkával és egymás segítésével legyünk túl ezeken a nehézségeken.